Úgy mindenkinek sziasztok, szép délután, World of Tanks lesz ma is, viszont nem csak ez lesz. Bár így az elején elmondom, ilyenkor ugye nem vagyunk sokan, de későbbiek folyamán olyan 7-8 óra körül majd átváltunk egy kis single player gamebe, ami majd Titanfall 2 lesz. Megpróbálom streamelni. Az, az igazság, hogy én azt a játékot ugyanisztem nem vittem végig. Úgyhogy majd most lehet, hogy végigvisszük, nem egyszerűen alatt, de majd összehangoljuk. Úgyhogy addig botozunk egy kicsit, frontvonal. Igazából elég közel vagyunk a... Mindjárt mutatom. A negyedik szinthez, gyakorlatilag. Kicsit több, mint a felén vagyok túl, úgyhogy nem tudom, meddig jutunk. Játszunk, ameddig játszunk. Ha valamilyen oknál fogva nagyon jól megy, akkor majd meglátjuk, hogy mindenképp akarom majd a Titanfall-t játszogatni egy kicsit majd későbbiekben. Mondom, nem tudom mikor, majd meglátjuk, hogy hogyan adja a game, lehet, hogy sokkal előbb elkezdjük, majd meglátjuk. Na, úgyhogy ez a terv, aztán remélem tudom majd streamelni normálisan, ha nem, akkor meg nem. Egy ilyet benyomunk. Jó. Aztán reméljük, hogy minden fasza lesz. Szia, Norbi. Gondolkodtam, hogy mit streameljek, megpróbálom azt majd egyelőre, aztán lehet, hogy majd váltogatunk majd más játékokat is így a bot mellé, hogy ne legyen mindig csak World of Tanks. Mondom, gondolkodom még erőteljesen a Diablo 1-en is, lehet, hogy azt is végig tolom. Majd valamikor, lehet, hogy hétvégén. Meglátjuk. Szépen apránként. Üdjék hozzá, pej! Hello, hello! Hát, hogy őszinte legyek, B-t továbbra se szeretem. Levesszük leállítom a control streamet, mert itt frontvonalban valamiért nem szereti a gép, ha megy. Gyék hozzá, pej, köszönöm a cheert! A 25 cheert! Thank you very much! Köszike. Avagy thank you very a macskád. Köszi. Na jó, hát bepróbálkozunk egy ilyen extravagáns, gyorsan foglaljunk be című hadművelettel. Ez sose szokott beválni, sajnos. Pontosan emiatt, mert már jönnek is a hiénák és próbálgatnak rezetelni. Ez az, ami nem szokott működni, úgyhogy húzunk is el, mert nem szeretnék meghalni. Pontosabban értelme nem sok van. Ja, hogy már elhúztak hárman innen. Így már mindent értek, hogy miért nem vagyunk itt elegen. Nice. Passzív csapat nagyon. Na. Legalább 1150 spot. Már megérte. Próbálok spotolni is. Igazából az ISM-et szeretném itt meglátni majd. Ami nem lesz egyszerű.
spotoltam, de... Nem tudom, hogy a vézi amúgy minek erőlteti. Ennyire durván. És leghátulról egy pilot bazd meg kempel. Én lenni nagyon hullan, Orvi? Hát a szar lenni. Pihenjél, Orvi. Hosszú étvége, pihenjél. Tehát ez ilyesem, az konkrétan ott fog meghalni. Oh, wow, wow. Azaz, toljátok neki. Megpróbálom így spotolni. Az ISM-et. Az úgy beállt oda. Nice! Nice, nice, nice! Huhu! Inspiráljuk be magunkat egy picit. Ja, még mindig meló van? Ja igen, délutános, mondtad tegnap tényleg. Oh fuck. Akkor addig is pihenjél. Na most kéne beállni foglalni. Aj, koma, annyira jó, hogy Ali tudna kikerülni, de semmi baj. Mindenki boldog. Pedig elegen vannak itt, de nem lehetetlen. Oh fuck. Nem akarok kimenni, nem akarok kimenni. Ne, Jóska, ne. Ez meg lesz így. Ki jött be, de... ki... ja. Megint nagyon jól működött az automata célzás, a ráklikkelősdi téma. Jó. ...39 FPS-en van. Fantasztikus így játszani. Egy élmény. Hát, hogy nem járok jól a robbanóval. De én viszont önbe akarom menni gyakorlatilag. Valamilyen formában. A baj az, hogy nem tudom ilyenkor miért esik le az FPS, de... semmi baj. Tehát itt gyakorlatilag a felére. Hát, ja. Norbi. Nem irigyellek, az biztos. És mikor lesz-e szabadnapos? Holnap? Ha hazajössz, vagy... Teljesen felé mész, az nagyon szép volt. Teljesen felé mész irányba, ennyire nem kanyarodik a tank, hanem a izé módba vagyok. Akkor nagyon könnyű eltalálni amúgy a zenemit. Főleg az LBR-eket meg ilyesmit. Tehát hogyha teljesen leköveted azt, amerre ő megy. És mögötte tudsz maradni, akkor elég könnyű eltalálni egyébként bárkit.
Hát menjünk, menjünk, vissza kéne menni teljesen a hátsó javítóhoz. Mert ez fél perc. De megpróbálunk még lőni. Addig. Itt még volt valaki. Hát akkor hétvégén kipihened magad, Normi. Asszol egy jó nagyot, aztán mindjárt jobb lesz az egész. Megyek, megösztönzöm az artit. Hú, baszki, mindjárt befoglalunk. Na már, én is akarok. De inkább lövök. Aha, látod, tehát van olyan, akinek van ideje ide hátra célozni, miközben foglalunk. Látjátok? Milyen profik ezek? Van idejük ide célozni hátra. Nem akarsz meghalni? Hát megölt más. Koma. Hoppá. Nézzek, van egy panter, aki hátul engem lő. Semmi gond. Ez megszokott. Jön a bulldog. Greedy vagyok. Greedy. Egy. Jó. Mi? Rezetelték, bazd meg. Kurva élet. Ilyenkor valami eszvéletlen durvá laggol a cucc. Amúgy. FPS drop. Nehogy már ne bírjuk befoglalni, bazd meg. Ezek is jön a HVK-ben. És nem velünk foglalkoznak, az a jó amúgy. Most már igen. De könyörgöm, foglaljunk már be, baszod. Annyira laggol, srácok. Érzek is nem, bazd meg. Tehát azt nem értem, csak nem tudom megmutatni nektek, hogy itt fönt mögöttünk mi a rákot csinálnak. Tehát, hogy miért nem fedeznek. Simán, ott voltunk 2 másodpercre. Vágod? 2-re. És befoglaltunk volna. De nem, nem sikerült. Mondjuk elég durva úgy játszani, hogy nem tudom miért van megint ekkor FPS drop. Durva. Rengetegen vannak ott valószínűleg azért, de ugye valószínűleg azért, mert streamelek közben. Érdekes, mert ez eddig valahogy egy hétfőket nem volt ennyire durva. Szia Csaba! És ja, hogy ti tolattok, értem. Akkor már mindent értek.
Megérte ide jönnöm hozzád. De engem lőttök végén? Csak azért kérdezem, mert akkor én innen elhúznék, ha ennyire fókuszáltok. Azt hittem, hogy itt a csapat valamit tud tenni, de nem igazán, pláne nem így 30 FPS-en nem fog tudni igazán mit csinálni, úgyhogy innen lelépünk és átmegyünk D-re, szerintem. Nem hiába lett már egy tábornok, ő az, aki reszedette a félbandát itt, amúgy. Olyan szinten, hogy ott álltak hárman és nem bírták megölni ezt a csávót. Gyakorlatilag. És megint az artik vannak. Tehát artival olyan könnyen elejered a rangot, hogyha védekezel, akkor pláne. Hihetetlen. Csak rezetelned kell. És ha te ölöd meg azokat, akiket izé. Akkor rohadt könnyű dolgod van. Átmegyünk a D-re. Veszvek és menet közben a föld belül. Ő nem hibáz, ugye? És most jöttél lelopni? Imádom, hogy rámegyek valakire, bazeg, és ő jön és lelopja. Ja, hogy te föl vagy borulva. Oh. Mindenki lopótak. Én mondom. Egyelőre senkit nem látok, aha. Tigris, bigris. Aha, értem, tehát felszpotoltok, értem, semmi gond. Ez repcsi volt inkább, nem? Aki spotolt, vagy nem tudom. A számomra ez elég fura volt. Vissza kéne menni javítani, de nincs kedvem. Jön a Pantera. Ő viszont engem akar. Ha csak nem vonja el a figyelmét az EBR. De elvonta a figyelmét. Viszonyunk, javítunk egyet. Szia, Ivan. Szeffet befoglalják. Zone F has been captured. Extra time has been added. Ugyanannyian vagyunk. Vehicle repair. Itt be kéne osonnom. Egyre kevesebben vannak. És ez ugyanúgy ott kempel, bazd meg. Na, így nem fogok tudni bemenni. Az a baj, hogy azokat ketten ott basszák a rezet. Valahogy meg kell oldani. Kéne ez support. Kövess
ezek onnan is engem lőnek, hallod? Nagyon jó. Artinak kéne szólni, hogy azaz nagyon jó. Nem baj. De ne toljatok föl, létszik, mert onnan fog érkezni Jóska szerintem. Nem, ezek elhúznak innen. Nice! Ennyi. Bepromotáltak tábornoknak! Nem ütöttük át. Tigris az egész így ott kempel, tehát ő azt gondolta, hogy ott nagyon jó lesz abban a pozícióban. Hú, mekkora lag volt. Atya ég. Így a legjobb lőni. Ugrál az FPS 60-ról 30-ra. Hő, te. Higgadság, nyugodtság. Szia, Mikey. Nem voltam összeszűkülve, sem ennyire sem. Nem tudom, mik ezek az óriási lagok, baszki, de kibaszottul idegesítő FPS droppok. Így elég nehéz célozni. De miért engem? Miért engem? Könyörgöm. Miért engem is? Nem, így nem bírok fölmenni, bazd meg. Amórekkem is van. Nice. Vissza kéne mennem javítani. Büdös picsába már, hogy mindig előnek, és persze látnak, gondolom. Nem akarják, hogy visszamenjek javítani. Szemétbanda. Mint az új. Megnézzük, ki van ott hátul. Még pluszba. Vannak egy páran, nem sokan egyelőre, hogy elnézem. Van baj, hagyd lőjön meg. Cseri ott nem velem foglalkozik. Most már a cseriotétbe segített neki. Így nem mentem volna akkor ekkora kör. Azért akartam ekkora kört menni, kicsit nagyobb íbbe, hogy a cseriotét ne tudjon meglőni. Mármint, hogy ha kell, akkor inkább elmenni a másik irányba. Rossz döntés volt, mert az elsőnél nem figyelt a cseriotét, utána meg már akkora ívet mentem, hogy nem tudtam visszaérni időbe a lejtő lefele. És természetesen a cseriotét már odafigyelt.
Objective 3 reached. Nem baj. Ready for deployment. Ezeket szépen befoglaltuk. Lehet, hogy akkor átmegyünk ide szépen. Mi a szitukus? Kevesen vagyunk. We have destroyed objective 2. Ja. 100 000-es, így van. Kávé. Majdnem jó volt. Inkább a progettót kéne lőni majd, ha lehet. We have destroyed objective 3. Attack the last one. Main objectives have been destroyed. Well done. Ja, hogy ennyi volt. Akkor jó van. Jó van, akkor az úgy jó van. Már nem volt rossz kezdés. Amondó vagyok. Ez 12 000 tisztán, az nem rossz. Gyűlnek a milliók. Kell ismerezni, mindig csak... hát 18 milliónál lesz 3 darab 10-es tank. Ez elég kevés. Hát Norbi, akkor telefonáljál be, hogy nem mész. Mert szarul vagy. Most erre nem tudok mit mondani. Tehát azért nem kell rosszul lenni, meg izé betegleg lenni, meg kórházba kerülni, vagy bármi, hogyha szarul vagy. Mert fáradt vagy, meg izé, tehát annak sincs értelme, hogy izé mész azt össze sem. Igyál meg egy energiaitalt, vagy egy kávét, vagy valamit, hát ha kicsit felpesdít. Már mondjuk most ilyenkor az nem feltétlenül jó. Ha megint támadnak a zombik. Ah, szallövés. Ó, már megint van egy mod egy hátul, aki kempel. Mindig van egy mod egy, aki kempel. Ez nem fog így összejönni, srácok. Mert onnan fókuszálnak végig, tehát hogy így... Ez így nem fog működni. És engem lőnek. Tehát hogy így végig engem lőnek. Ez így nem fog működni, tehát ott nem hajlandó senki... Van Artink is. Az majd nem tudunk bemenni a VK miatt.
mármint fölmenni pozícióból tudjuk lőni, úgyhogy pff, nincs késve, csak nem maradt HP. Hát Norbi, akkor nem tudom. Akkor egy jó hideg zuhany. Ez Ripperoni lesz, srácok. Ja, hát persze, megint 3-4 tank, 4 tankkal kevesebb van itt. Jó. Húzunk is el a rágba. Tehát nézzétek meg, 4 tankkal. Szóval 2, 4, 6, 8, 9, egy ember elment, ide meg jött. 5. Most már. Tehát konkrétan 15 vs 9 szituáció. Old meg. És kedvem Luke Ferzbe menni. Teljes mértékben el van ez itt engedve, úgyhogy spotolok nekik egyet, hogy legyen örömük, aztán annyi. Hát ha lövik, átmegyek a másik oldalra, ha tudok. De hát kitippelnem kéne, ők is átmentek. Annál a résznél. Inspire Reserve is ready. Értem. Egy puha felső izénél elsőnek valószínűleg ágyút találtam el. Másodikra meg nem tudom, nem ütött át, hogy ennyi sebzett. Megyek, lelopom azt a M41-et is valahogy. Inkább menjünk full speeden. Nem hagyhatom, hogy túlélje. Ezt valaki más lőtte ki? Skorpió, értem. Fuck, bassza meg. Nyomom az inspirációt, és nézzek, leforog, bassz meg. Tehát gyakorlatilag ez a Centurion, ez innentől kezdve engem fog keresni. És a lelkemet is ki akarja szívni majd gyakorlatilag. Helyes Norbi, aludjál is egész nap. Az kell. Ilyenkor nincs más. Ez egy reset volt. Resetnek tűnt. Ja, kilőtték a gumit, bassz meg. Faszom.
Menj, 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 töltsél már, töltsél, töltsél, tölts! És ezek ezt várják, látjátok? Mondom, erről van szó, hogy azt várják, hogy le lehessen lopni. Ezt. Hogy le lehessen lopni. Most már én is megvárom, még lesebzik. Erről van szó. Látjátok? Erre megy ki a dolog. Erre játszanak a fiúk, hogy az utolsó lövés az vég legyen. Hát jó. Mindegy, ez kellett egyébként, hogy ennyien bemenjünk gyakorlatilag, mert különben nem lehetett volna rezetelni, úgyhogy ez szépen meg volt csinálva. Megint egy arti az első, tipikus, tehát így. Viszont a D-t elfoglalják szerintem, igen, ott nincs senki. Ezt teljesen elengedtük. Amivel nincs baj, csak vissza kell menni védekezni. Köszi, köszi barátom. Tehát nincs is jobb, mint keresztbe menni előttem. Na mindegy, elmélyek javítok akkor már, most már mindegy. D-re úgy sincs értelme átmenni. Viszont ide még van értelme menni. Ahol az IS-60 gyakorlatilag oda. Ott a domb részre. A célom az ez lesz. De lehet, hogy még azt megcsinom, hogy megyek hátba nekik. Tehát lehet, hogy inkább innen jövök be. Mert most úgyis erre fognak menni, előrefele. Ahogy lejár az idő. Spotolunk így egyet. Hogy nem eljön itt valaki meglepetésként. Ja, értem, aha. Értem. Lejárt az idő, pont akkor mentem be, amikor lenyomták a bombákat. Magyarul megszivattam magam. Ügyes vagy, fiam, megérdemelted. Majdnem jó volt. Én már komolyan mondom, hogy nem merek lemenni. Ő értem akar jönni. Aha, jó. Ja, ő értem jön. Bizony. Nincs kedvem meghalni. Itt meg úgy látom, úgyis buli van. Vagy buli lesz. Hármas buli. Kerülni kéne egyet. Hol a M41 is megy. Én is onnan szeretnék menni.
Defender is benn van, az nem túl jó. Ezek is egyből eltalálnak. És bazd meg, ezt imádom, mikor egy autón átmész és így megdobja a tankot, bazd meg, és hello van. Abszolút fókusz kapott az ember. Nem baj, spotoltunk, ezáltal spot damage, ezáltal pontok. Nice. Lehet, hogy ezt hagyni is kéne, hogy foglalják be a B-t, mert nem fogunk így tudni előre adni. Az szépen le van fogva, C-n is vannak elegen. Hát, attól függetlenül ide jövök vissza. Hát lehet, hogy nem érné meg. Mindegy. Ezzel van idő visszavonulni. Ha kell. Nem kellett volna bejolózni inkább, hanem megpróbálni kintről rezetelni, de a srácok meg tudták volni. Meg úgy is engedni kell őket, hogy foglaljanak, mert aztán nem fogunk tudni haladni. Most viszont be fognak foglalni. Action X-tel szemben semmi esélyem nincs. Közben meg hátulról ott van Jóska. Jó, ezt így elengedem. Hagyjuk ezt itt, menjünk innen a rákba. Nincs értelme. Tornyosok ellen fájtolni. Nem akartok menni hátra? Hát ha oda izére akar valaki lőni, itt oda javítóra. Azért is kapok spot damage-ot, ugye? F téma, kijövünk erre a részre. Itt elég sokan vagyunk, úgyhogy itt nem nagyon... Amíg nem jönnek ide följebb, nem nagyon van értelme ott fájtolgatni. Ahogy elnézem, a spotomat nem nagyon lőtte senki. Tehát még az art is se. Na mindegy. Van ez így. Az ház mögött van, ó. Oh. Wow. Szép lövés. Ott volt. Az érdekes.
most meg eltűnik, de jó. Már van meg. Annyira jó a páncézat a oldalról is annak az FP-nek. Mindenki sniper. Muszáj voltam átjönni, mert... Vagy megpróbálni átjönni, mert ugye jött a bombázás, úgyhogy... Hát is befoglalják. Nem tudom, hova érdemes jönni. De én inkább valahova ide jönnék, és inkább itt bejönnék a városon keresztül. Ez itt túl közel van most jelenleg. Vagy nem tudom. Feltétlen így akartam. Na ne vicceljünk már, nem bírsz fölmenni. Nem bírt fölmenni, faszek. Nem volt meg a lendület. Istenem. Ilyen borzalmasan más a kanyarodás. A gyors és a lassú mód között. Teljesen más a kettő. Ez a scout repülő? Valószínűleg az. Közben van. Túloldalról gyakorlatilag. Hát ezt mondom, menet közben bazd meg előnek. Mehetsz akármit, 80-nal megy egy gyakorlatilag, és hiába, elsznájpolnak. Majdnem jó volt. Kéne egyet javítanom, de ez nem hiszem, hogy el fogok odáig jutni. Hát, hogy nem lövöldözök. Hogy ne feltétlenül spotoljanak ki. Kevés esélytelen belőle. Nem baj, mások be tudják lőni. Az a lényeg. A picsába.
Benni, de érted? Engem lőtt. Miért engem lőttök? Hagyjatok békén. Nézzük. Tehát gyakorlatilag az E4 azt nézi, hogy én merre megyek. És ugye el tudja lőni. Azt tök mindegy, hogy más meglövi, az nem érdekli. Őt azt érdekli, hogy engem eltaláljon. Biztos bakancsi listáján van, hogy egy EBR-t ellőjön. Vagy nem tudom. Menjünk vadászni. Ó, bazd meg! Hál' Istennek, hogy kilőtte. Hát, kéne javító megint. Jó, bazd meg, megint jönnek. Há, engem akar, de megmentette az életem. Ez segít az EBR. Segítjük egymást, hál' Istennek. Ja, belőttük a... Ja, ő van még velem tábornoki rangba, a srác. El kéne sunyolni egyet javítani. Bár valószínűleg nem nagyon van rá idő, de... Benne a városban mekkora lag van, atya úristen. Dobálja az FPS-t. Ezt megfogtuk. Na hát megint egy tábornok. Nem is olyan rossz ez a mai nap. Nem is olyan rossz. Bocsi, csak olvasok egy e-mailt.
most már csak az, hogy megérkezik, hogy van a postára a csomag. Vagy szombatra. Na. Tábornok, körmester, parancsok. Érdekes, hogy látjátok, amúgy XP-ben nem voltunk a legjobbak, de a tábornok, parancsok, körmester, rang az megvan. Fasza. Fasza, fasza, fasza. Jó, ez maxos, ez maxos, ez nem maxos. Jó. Csapatási minisztérium. Megint bénkezdünk. Nem szeretem ezt a bét. Na most ára meg nem akarok ide átmenni erre a szélére. Nem tudom, hogy van-e értelme. Hát mindig megnézzük mi a szitu. Meg hogy mik a lehetőségek. Hogy kinézek majd ide, kimegyek inkább a szélére. Ide. Málok fel a dombra. Így van, minden egyes kibebaszott lövés eltalál. Érted, a Scorpio G lő el engem. Hát persze, tipikus menet közben természetesen. Ja, nézzétek, hogy mindenki az on-on. Mindenki az on van. Ready for deployment. Ennek akkor semmi értelme nincs itt maradni. Hát maradjunk annyiba, hogy nem sok értelme van itt maradni. Megpróbálom segíteni, ha valaki akar foglalni. Értem. Progettóban egy hulladék. Még azt is elfogadnám, ha azt írta volna, hogy lepattant. De azt, hogy nem talál el három lövésből egyszer se, az egy vicc. Szerintem, de mindegy. Kempelő IS-3.
Jó, hogy az LC-s ott áll mellette, csak nem látom meg. Értem. Semmi baj. Megszoktuk. Megszoktuk, hogy ideig nem látunk át. És hátul a Scorpio se tudja előni. Aj, de jó. Imádom az ilyen kempelős ilyes sármakat ott fönn. Amivel nem is lenne baj, ha csak ő állnőtt és az LC nem lenne mellette. Na jó, most húzok el innen. Méghozzá olyan módon, hogy itt látom, hogy jönnek be a srácok, megpróbálok innen kerülni. De nem húzok el, csak ebből a pozícióból is megyek egy kerülőbe. Semmi értelme jelenleg itt maradni. Szia kicsi Zoli, hello! Már nem érzem azt, hogy itt nagyon tolnák. Itt. Ő rám néz és eltalál, látjátok? Ez a különbség a... Ez a különbség a nálam a progettó nem működik. VZ nem foglalkozik a segítséggel. Na, látjátok? Tehát mikor így két tank itt kempelt fönt, és a VZ nem látta, ugye meg így nem tudtam, hogy ezek itt állnak. Szóval igazából Progetto nálam valahogy nem úgy működik, mint mások kezébe, érdekes. Várjál, nem azzal jövünk, hanem... Ezt a Jampi T-44-et megesszük. Legalábbis megpróbálom. Érdekes, hogy a VZ még mindig ilyen. Tehát a T-44 nem foglalkozik vele ezek szerint. Az a Jóska már nincs itt réges-rége. És meglátnak. Eltűnik be ez meg, tehát hogy nincs rajta spot. Na mindegy. Valószínűleg áttoljuk ezt itt talán. Úgyhogy mi meg kéne próbálni lőni egyet-kettőt. Értem, és az Ohu az hova lett? Azért mondom.
Sir Grey Wolf. Heavy artillery is ready. Hát ez az artillery, ez ide nem kell. Ezt majd innen ki kell szednem ezt a képességet. Szia Bertalan, hello, hello. Objective one reached. Már is. Ez elég korán, baszki. Valamit rittyenteni kell, mert ez a legjobb. Hát a csúran csöppen valami. Objective three reached. Annyira nem rossz. I'm a cap man. Micsoda jappik vagytok itt? Hova lett az a VK például? Én akartam lőni még a VK, de nincs itt a VK. Hova lett a VK? Ó. Oh. Szép volt. Ne engem! Ne popiba! Please! Nem szeretem, a popiba lőttök. Most kéne egy kis inspiráció. Azért állok így izé elé, hogy ne lássa pontosan, hogy hogy állok. Oh. Most ezért nem fogok pontot kapni, mert ilyen pizok. Üdös picsába már. Na jó, azért kaptam. Hihi! De gyere végkel, játsszuk le. Na mi van mi? 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 Na mi? Ne már, de miért lopjátok? Menjetek ma fram, mindig lelopják. Édes Isten, lopótok az összes, mondom én. Lőni való? Ah, hazudnak mind. Hagy féljen. Arra is rávegyek, én megeszek mindenkit, nem érdekel. Javíts, 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 javíts. Hát de megint nem marad benne HP, hát nem hiszem el, baszki, hogy mindig van egy arti, meg valaki, aki lesebzi, mielőtt odaérek. Nézem, mire odaérem, meg fog halni, figyeljétek meg. Látod? Azaz, lőjétek. Haha, haha! Beösztönzöm magam mindjárt. Az a nyomban. Mi van itt egy VK? Hát az 1700 HP, ne vicceljetek. Gyere, 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 gyere. Le fogják farmolni, az a baj. Hello? Haha, hello? Ó, oh, nincs, mert nézd, nincs is benne HP. Én killem. Nem, nem én killem. Akkor kapjátok be. Kapja be mind, amúgy itt. Ellettem az összes. Ó. Oh. Várjál. Amorektem van. Töltő amorekt. Gyere becset! Az a baj, a Lorén le fog farmolni. Ó, nem. Majd én. Haha! Na, hát van valahol a környéken egy négyes. Menjünk arra. Betöltöm a robbanót. Na, becset, engem hagyja végre. Betöltjük a robbanót és a szellőzőt. Fogjuk lőni, mert ugye az csak 25 millis vagy mi. Gyorsan. És abban a robbanó teljes mértékűt fog ütni.
Jól láttátok, 600. Ezért tartsatok mindenbe robbanó tombol, hogy mögöttem van egy izé Action X, de leszarom. Még várom még egyet belémlő. Jó, mondjuk ezt kilövöm. És utána fordulok. Nézzél ki, nézzél ki! Legyél Jampi, nézzél ki! Az a baj, hogy szaréleti vagy. Az a baj, hogy szaréleti vagy. Hogy gondoltam, hogy goldozol amúgy. Ja, értem. Tehát itt most mindenki goldozik. Édes Istenem! Bánom, vagy vetem azokat, akik itt goldoznak, és itt biztos vagyok benne, hogy nem arról van szó, hogy kifogyott és nincs más, hanem arról, hogy... Hogy balfasz minden. Rámegyek az F-re, foglalok. Nem tudom, 7-8 körül. Attól függ, hogy hogy megy a frontvonal. Már pedig eddig egész korrektül megy, úgyhogy nem tudom. Már szerintem jó 8 körül. Az úgy nagyjából valid. És még csak százados vagyok. Értem. Hát mondjuk a csapatból mindenki az. Sőt, az enemy-nél is, úgyhogy... Esetleg valamikor szakasz. Na most hozzáteszem, ha valaki csak azért lép be a klánba, hogy velem szakaszoson, tehát lehessen szakaszozni és ne kelljen hozzá pontot elérni, vagy bármi egyebet, akkor azt úgy nem komálom. Jó? Tehát lehet szakaszozni, akkor szólok, hogy szakaszozunk. Nem kéne túlzásba vinni a dolgokat a szakaszügyileg, mert tényleg az lesz a vége, az ki, hogy soha többet nem fogok szakaszozni. Tehát ez a állandó szakasz esetleg. Drága gyermekem, a klánba ott van rengeteg klántárs. Ha éppen nincsenek fönn, akkor vársz egy kicsit és tudsz velük szakaszozni. Még mindig van benned? Jó, sem baj, csak... Furcsálom. Na és miért oda kell rakni a scoutot, bazd meg? Tehát ez a hátra, ide rakja rá a repülőt, bazd ki. Oké, okay, Grey Wolf. Csak mert mindenki gyakorlatilag belép a klámba, és onnantól kezdve csak az, hogy szakasz velem. De én mondom, a mai napig nem láttam azt, hogy ti bárki mással szakaszoznátok a klámból. Tehát, hogy így, hogy egymással játszanátok. Szóval így. Mert elvileg nem azért lett létrehozva, hogy mi szakaszozzunk, hanem azért, hogy ti tudjatok egymással játszani. Nézők. Úgyhogy... Úgyhogy hajrá, srácok! Ezt nem tudtam volna, hogy ez volt az utolsó, nem néztem. Akkor nem lőttem volna, bár így is lőttem volna más, úgyhogy tök mindegy. Szóval srácok, játszatok együtt is. Ezért van a klán, nem azért, hogy csak velem.
Tehát tudjátok nagyon jól, én nem feltétlen szeretek mindig szakaszozni. Ezt elmondtam, nem egyszer, nem kétszer, elég sokszor. Azért van a klán nektek, mert itt, hogyha beszélgettek, stb. Ott a Discord szerver, aki nem tudja, szóljon, küldöm neki izébe a linkbe, vagy kirakom ide a chatra, tudtok dumálni. Ott vannak külön szakasz, szobák, be tudtok menni. Hajrá! Tehát a lényeg az, hogy ti itt egymással tudjatok játszani, és nem csak World of Tanks, bármi mást. Ott van külön szoba, de ha kell külön szoba, de bemehettek nyugodtan a tankos izébe is szakaszozni. De ha kell külön ilyen szobák, azt hiszem még tudtok is csinálni, de ha nem, akkor csinálok. Tehát most van egy pár szoba, annyian azért nem vagyunk, hogy ne legyen elég, szóval tudtok külön elvonulni és játszani. Ha van valamilyen játék szobára igény, akkor szóljatok és csinálok, és akkor ott is csinálok külön részeket, ha valami mást is akartok játszani, ott van, lehet használni. Most mi a rákom? Mi az, amit kell így nagyon liglagleg, azt csinálni. Így se töltöd be? Nem, akkor megéri csinálni a dolgokat, teljesen jó. Szóval a lényeg az, srácok, tehát hogy nyomjátok, lehet, hogy most nem vagytok fent, de például Csaba fönt van, lehet vele játszani. Lénár Csaba fönt van, az már két ember, tudjátok tolni. Ennyi, ismerkedjetek, játszatok, a kell Discord, hogy beszéljetek, ott van, szóljatok, adom. De aki nem tudja, linkelem. Belépek. Most csapassátok. Ez a főszoba. Ide a becsattogtok, akkor lehet mászkálni ide-oda. Ja, várjál. Például az egyik szakasz a szoba. De elvileg át tudtok mászkálni másikba. Tehát van három szakasz szoba, egy zárt stream szakasz, hogyha streamelünk, akkor oda csak azt tud bejönni, akit behúzzunk. Van egy külön beszélgető, ott meg tudjátok beszélni, de tök mindegy, tehát most abba a részbe mentek. Ha van igény másik játékra, vagy másik izére, akkor hajrá, nyomjátok. Ezért van, csapassátok. Ezért lett kitalálva. Ha mondom, van igény szobára, akkor lehet tolni. Ennyi. Gravewolf, látom, fönn vagy, próbálj már meg átcsattogni valamelyik másik szobába. Mondjuk a szakasz 2-be, vagy szakasz 3-ba, vagy a beszélgetős részbe. Hogy át tudsz-e menni. Át. Nice. Akkor ennyi. Akkor lehet variálni, srácok. Ha van igény másik szobára, hogy akartok játszani, mit tudom én, Rainbow Six, vagy bármi, ízét szóljatok, csinálok. Meg majd adok még moderátori rangot Greywolfnak, még egy-két embernek. Majd, hogy tudja szerkeszteni, ha van igény, akkor tudtok csinálni szobát, meg ilyeneket majd, jó? Nice. Ennyi. Csapassátok. Ezért van. Ezért csináltam, ezért van a klán. Hogy itt, ha összeismerkedtek, tudjatok játszani. Nem feltétlen, ha van olyan lehetőség, hogy lehet szakaszozni, akkor úgy is szólok, és akkor lehet jönni szakaszozni. De ha egyre többen leszünk, akik akarnak, akkor majd csapatcsatázunk, hogy valami, ahol tudunk többen menni. Úgyhogy. Most ha éppen nem votoztok, akkor is be lehet menni a votos szobában. Nincs azzal probléma jelenleg, de mondom, ha van igény, akkor csinálok más szobákat is. Aztán ennyi. Az a fő beszélgető szoba, meg igazából az elképzelésem az, hogy csak a dumálni akartok ott többen, esetleg akkor oda be lehet menni. De mondom, szerintem még alszobákat is tudtok csinálni, lehet, hogy Greywolf is tud így simán
már nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy csak így sima minden rang nélkül is tudtok csinálni szobát, de ha nem, akkor. Nyomassátok. Ez egy lehetőség, itt összebarátkoztok, vagy megismeritek egymást, akkor lehet játszani. Ennyi. És kizárásos alapon megint a B-t támadjuk. Hát én igyekszek azt csinálni, hogy hát akik itt vannak és elbeszélgetnek egymással, mert minden akkor, hogyha nincs stream és tudjatok kommunikálni és játszani együtt akár bármi. Nem vagyunk még olyan sokan, hogy indokolt legyen külön Discord szerver, de van. Tudunk dumálni, tudtok dumálni. Aki akar, barátnak is fölvehet majd a Discordon. Azt mondom, úgy is akartam egy-két embertől kérni, majd például Mikey-tól, Norbi-tól, Greywolf-tól, stb., hogyha olyan van, tudjunk dumálni. Mármint nem ha játszunk együtt, csak ha bármi van, akkor ha nem is szóba értitek, de legalább írni lehessen nektek valamit. Értem, és csak engem akarsz, igaz? Kedves Progetto. Szóval, hogyha valamit akarok üzenni, akkor ott tudok nektek üzenni szóba. Majd. Mert függetlenül használhatja, nem klántag is, de... De valaki problémás, akkor... Akkor szóljatok, olyan van fönn. De ne nagyon osztátok, egyelőre maradjon klántagoknál a dolog. Most tudom, hogy kiraktam ide csetre, de... Olyan sniper az összes izé orosz hevít ebbe a játékmódba. Alikó, köszönjük a követést. Jön egy Progetto. Azt akarom, hogy ne tudja, hogy itt vagyok. Bazd meg, de sokan vannak, mekkora supportja van. Az igen. Most kanyarodok amúgy. Na hát így jó, ha sok a barátod. Így nagyon könnyű. Nagyon könnyű így, Progetto bácsi. Progetto bácsi. Ready for deployment. Szóval lényeg az, srácok, hogyha... Tehát még egyelőre nagyon osztatok a Discordot, majd csinálok még lehet, hogy szobákat, aztán lehet, hogy akkor olyan lesz, hogy ki lesz téve majd ide az aláírásba is a stream alá gyakorlatilag, hogy bárki számára elérhető, aztán ott lehet dumálni. Bármilyen játékban, nem tudom, miket szoktatok játszani, majd csinálok egy-két szobát, ha valamire van még igény szobaügyileg, akkor meg majd szóltok. Aztán ennyi. Greywolf, köszönjük a subgiftet. Lénár Csabának. Csaba üdv a feliratkozottak között, és persze gyengem lőnek. Köszönöm, Greywolf, az ismételt támogatásod és subgiftedet Csaba nevébe is. Hát akkor itt az idő, Bertalan, hogy letöltsd a Discordot. Sőt, le se kell tölteni. Na. Gyűlik a csapat.
Hol a javítója? Tehát le se kell tölteni, de érdemes letölteni, mert nem... Úgy jobb az egész, tehát nem egy nagy vasszizdasz. Na, most már neked is van badge-ed. Zsír. Hát kéne menni a izékhoz, C-t hátba lőni. Mert nyomhatod az imótot is. Bár sajnálom, hogy csak egy van, de hát... Az a baj, hogy egy újabb imót legyen, ahhoz 15 izékkel szuk, már nem 10. Ugye, mint megtudtuk legutóbb. Mondjuk a 7 sem ment még föl 8-ra. Majd update-el, gondolom. De akkor lesz újabb imót. Majd kitalálunk valami faszát. Ha elérjük. Haha, hello! Hello, Csaba van. Jó volt tennap izé. Streamelés után én is átnéztem Azmóz, Mikey meg pont akkor köszönt be oda. A fejemmel jó volt látni Azmó csetjén az imótomat. Vicces volt. Hát egy kicsit kéne gordoznom, hogy biztos átüssön, mert nem vagyok benne biztos, hogy sikerül átütni. Inkább át akarom most fixen ütni a csávót. Hmm. 112-t meg kéne állítani. Mert javítanom kéne. Ez lehet, hogy túl jampiság most, de... Ja, értem. Hármas fókuszt kaptam. Hármas fókuszlövést kaptam gyakorlatilag. Hát gondoltam, megpróbálom. Kell a reklám, így van. Egyébként ez jó reklám legalább. Nem, csak vicces volt látni más. Azt hittem, hogy még nálam köszöntél az én csatamen, ez közben nem. Ezt rájöttem, hogy nem ott volt. Hát kitalálunk még egy-két imót. Ötlet az van úgy is. Meg hát volt eddig is imót más, csak ugye az tier 2 meg tier 3-ra, arra meg úgyse fizet elő senki, tehát így nem látjátok. Majd lehet, hogy azokat teszem be szép sorba. Van egy ugye egy GG is még, az is szerintem jó. Csak az most ki van véve. Úgyhogy... Most mi van? Ja, még 11 szakasz, meg kéne várnom. Ja, kb. Igen. Én szeretnék foglalni méghozzá a D-t, az szimpatikusnak tűnik így, meg aztán pláne. Szóval a lényeg az, srácok, hogy köszi, hogyha így nyomogatjátok, mert az is lehet, hogy reklám. Nem, bármennyire is izzetok. Én van, amikor látok olyan imótot, amit nem tudom, hogy ki ránézek, és ha olyan van, akkor érdekel, hogy kié. Úgyhogy nem rossz dolog. Meg hát ezért van. Ha már más nagy előnyei nem nagyon vannak, már mondjuk a reklámmentesség, meg ilyesmi van előnye, úgyhogy nem egy olyan rossz dolog. Szóval van egy ilyen GG is, meg hát dimenziókapu, az mindenképp kéne majd. A VOD-tal kapcsolatban mindenképp. Haha! Ezt a panterát, ezt itt meg fogjuk rakni 5-en. Anális, majális, persze kikapja neki. Na vajon kikapja a meglepetést? Miért mindig engem fókuszáltok ki? Az egy Defender? Bár meg is erre néz. Azaz, lőjétek! Adjatok neki! Ja, popia van ott, popia! Lőjétek meg! Mert megfordul! Holy moly! Jaj, ne már!
köcsög Arti. Felállok innen, ha tudják, hogy itt vagyok. Foglalni kell, mert szar a szitu. Megláttak. Sose jó. Gyertek, inspiráljuk egymást. Nice. Az a baj a Bobissal, hogy az nem saját szólás. Mármint az, abban semmi egyediség nincs. Csak egyszerűen tetszik, mert tényleg szituációra alkalmas, hogy... Viszkis pohár? Hát csinálok neked tier 3-as szupra egyet. Nem csak vicceltem. Ha gondolod, egész nyugodtan csinálok. Ott van lehetőségem plusz imótra, már most is akár. Tier 2-re meg Tier 3-ra, ugye. Egészségedre, Grévo. Hát én nem vagyok, nem tudom, megyek javítak, jelen nincs javításom, oh fuck. Hátrébb van javítás, csak de az nagyon messze van, úgyhogy én nem akarok itt. Isten menjen, vannak itt. Ja, mi van itt? Mármint, hogy így... Jampiskodás minden irányból. Azt meg kéne enni ott. Csak tolatva megyek jelenleg, én meg úgy nem szeretek leforgást játszani. Úgyhogy most olyat fogok csinálni. Az rossz. Hát srácok, majd ha ott járunk, hogy sok-sok imót lehet majd egyszer, akkor felőlem lehetnek dolgok. Viszkis pohárt azt úgy tudnék elképzelni, vagy csinálni gyakorlatilag, hogy ilyen csír poharat, nem tudom, hogy van-e viszkis pohár. Ugye, hogyha csírt küldtök, akkor abba hullik bele. És akkor az ott van kinn a képen gyakorlatilag. Mármint a streamen. Mondom, láttatok már olyat, nem egy új keletű dolog, ott tudok ilyen pohár témát csinálni gyakorlatilag. És akkor ha jön csír, akkor abba potyog bele. Hát ezt itt nagyon letartják, úgyhogy én amondó vagyok, hogy akkor ezt én itt elengedném. Viszont ott se tudunk átmenni, akkor viszont most keresztűz lesz majd. Úgyhogy csak fölmegyek. És a T-34-et ignorálom. Már amennyire lehet. És az AMX megfordul. Jó, nem érdekes. Csak egy lövés kapjak max. Most rám fog jönni.
Már nem. Hova lett a T-34? Oh, hello. Se előbb, bazd meg hátulról. Megint egy IS-3. És még a T-34 is elő. Tehát, hogy így... Értem. Tehát ez így működik. Itt mindenki sniper. Szia, Ferko. Hát, az sajnos már ki nem lehet megcsinálni. Mert azt nem lehet állítani, vagy nem tudom, hogy lehet állítani, de szerintem nincs. Azt hiszem, tehát azt nagyon állítgatni nem lehet, csak igazából a képet, maga a csírnek az ikonjait nem lehet szerintem cserélni. Ami kár, de valószínű így van. Érdekes, a szubnál még mindig hetet ír. Ja, pedig már 8-nak kéne. Szemétláda, nem frissít. Na mindjárt ráfrissítek manuálisan. Aj, én akartam kilőni. Mindegy, akkor csak beállok foglalni. Már megint. Ja, értem, aha. És így nem foglaltunk be? Nem foglaltunk be. Tehát így nullánál úgy gondolt a Zoho, hogy oda lő egyet, és így van shotol. Kemény. Várjatok. Meg kéne találnom, hogy ez hol van. Várjál. Na. Nincs kedve frissülni. Fura, mert amúgy szokott. Egyből. Mondjuk múltkor is, mire ezt a giftet valahogy nem akarja annyira. Hamar részt, és természetesen az F-et befoglalták úgy, hogy gyakorlatilag amit én foglaltam, az semmit nem ért. Mondjuk egy WZ 132. Most úgyis szarkörön vagyok, úgyhogy tök mindegy. Nem tudom, miért nem vált, pedig kéne neki. Na mindegy. Mert eddig is 7 volt, nem pedig 6, ugye? Tehát nem az volt, hogy 6-6-ra váltott, mert valakinek lejárt. Na mindegy. A giftes feliratkozás elég lassan szokott reagálnia. Ez a Streamlabs, vagy mi a tökömet használ, vagy Stream Elements, tököm se tudni. Engem aztán nem érdekel, most én farmolok, úgyhogy ha meghalok. Gondoltam, hogy menekülsz. De ez igazából ez nem úgy működik, hogy előlem csak úgy elfut bárki. Hát ha én akarom, akkor megkapom, nem érdekel. Tehát leszarom, fókuszáljatok, engem nem érdekel a torony. Engem ilyen popi lövések érdekelnek, tehát hogy ilyesmik. Így van, nézzek, tehát hogy ilyen szinten lefókuszálnak. Nézzek, és leforog, bazd meg. És leforog, hallod? És leforog, bazd meg. Pandúr gyerek, leforogetsz. És természetesen le is fókuszáltak, tehát, hogy így. Még miközben egy Defender ott áll 100 HP-n, és így senki rá nem lő. Tehát, hogy így ott áll a csávó, és így hello. Mi mini nem halt meg.
Milyen furcsa, hogy engem kifókuszáltak őt, meg így nem. Tehát gyakorlatilag az Action X le is szarja azt, hogy... Tehát ő el is ment innen. Ők meg lefarmolják gyakorlatilag a tornyot. Ugye, mert innen oldalról be lehet ütni. Ha be tudja ütni a Jóska. Hát kéne még valamit. Mondjuk egy is őrnagy vagyok. Jó az. Hát... Már nincs rá szükség, hogy ilyen legyen az ember. Régen meg nem tudom, nem akkor sem voltam ilyen. De általában, hogyha valakit szerettem volna, akkor az összejött. Miért mindig heavy campelnek mindenhol? És miért mindig egy progettó jön felém? És miért van az, hogy egy progettó két ház között el tud lőni, bazd meg? Fú, de nézd meg, és megyek, és nézd meg, és eltalálna. Mindenki eltalál, állandóan. Fasz ki van, bazd meg. Tehát jelenleg megint ott tartunk, hogy mindenki eltalál. Miért nem akar frissíteni ez a fostaligam? Pedig itt látszik, hogy frissített. Vagy lehet, hogy most csak heten vagyunk megint. Lehet amúgy. Igen, akkor valakinek lejárt az előfizetése, akkor azért írt csak hetet. Jó, akkor nem szóltam, akkor jól írja. Tehát valakinek lejárt. Azt hittem, mert ugye, mint a héttel kezdtünk volna, ugye? De szerintem valakinek lejárt közben. Akkor nem szóltam, akkor jól írja. Ja, azért értek a sniperek. Nem mintha érdekelne, mert ma jó köröket megyünk. Tehát így is őrnagy rang megvan. Előtte tábornokok voltak végig. Vagy két tábornok, úgyhogy. Le se kezd spawnolni, nincs semmi jobb. Ja, csábítanak át másik klánba, Mikey? Hát, így hátam mögött. Sose értettem. Én mondtam, aki akar, menjen, tehát nem kötelező amúgy. Egész nyugodtan. Tehát én mondtam, hogy ebbe a klánba mi van. Csak azért így... Azért mindig is szerettem. Ez miért nem tölt be? Nem tudom, mi a rák van. Hogy hát gyere ide ebbe a klámba, itt minden lesz, itt minden is lesz. Arról van szó? Jól gondolom? Csábítanak máshova? Hát a Dincsi Tybin, most te vagy a sztár. Mindegy, az a jó, hogy el lehet költeni így is. Ja, értem. Ja, azt hittem csábítját, már volt már rá példa. Ugye át akarták csábítani az embereket innen, hogy miért, azt nem tudom. Tehát, hogy mintha valami olyan izé lenne, olyan nagy klán lennénk, érted, hogy... Tehát volt már rá példa. Azért hittem azt. Nem, hát Mikey nálunk van, gyakorlatilag.
Tehát Mikey nálunk van, de igazából Mikey nem is nagyon játszik mostanában, úgyhogy... Ez megmondja nekem valaki, miért nem tölt be ez a fostaliga? Nátok működik a cucc. Oké, Ferko, bocsi a feltételezést, volt már ilyen, azért gondoltam ezt. Én kérek elnézést tőlem, hogy ezt feltételeztem. Hát egy pár biki van. Ez másnál is ezt csinálja? Szerintem azért adta Grey Wolf Csaba neked, mert kedveskedni akart. Tehát, hogy olyanoknak, akik sűrűn itt vannak. Nálatok is ilyen szal ez? Vagy, mert csak azért kérdezem, ha nálatok jó, akkor meg ki kéne lépni meg vissza. Nem vagy kedves? Akkor Grey Wolf azért adta neked Csaba, mert nem kedves. És utál, és azért. Jó, nem itt nagyon érdekelne most a pont izé, csak... Na mindegy, még megyünk egy kört. Valami pusztán. Hát az előbb még nálam is működött, tudjátok. Most kezdte el ezt a forgós szarságot csinálni. iBeam-ben már itt sincs, már be se néz, csak néha beköszön egyet, ezt el is tűnik. Hát, ez van. Akkor csak súnyog iBeam. Azt, hogy csöndbe vagy mostában, nem nagyon vagy itt. Pedig mindig tőled volt hangos a chat. Csak meg kellett idézni, látjátok? Ebbint idézni kell egyébként, aki nem tudta. Kimondod a nevét, és egyből itt terem. Csak éjszaka nem mondjátok ki az ágyatokba, vagy annak közelében, mert akkor is megjelenik. Háromszor kimondjátok a nevét, és megjelenik. Évfél után kimondjátok háromszor nevét, hogy iBeam, és a huncut kacajával fog megjelenni. Hello! Így fog megjelenni iBeam. Ez egy ősi legenda, de hatásos. És miközben mondja, hogy hello, úgy jön elő, ugye? A közben palacsintát majszol. Ez a híres iBeam legendája. Aki nem iszi, próbálja ki. Nem tudom, miért lőttem. Úgy gondoltam, eltalálom a semmit. Szia, jó. Innen lehet, hogy le kéne lépni. Kicsit többen vannak. Nem kell hozzá semmit simogatni, azt majd ő fog. Mármint simogatni. Vagy anélkül Grey Wolf, ki tudja. Annyira esetlenül szar ez a C támadni. De bazd meg, ez az autólok, ez egy akkora fostaliga. Tehát, hogy így oda kattintok is, nem.
folyamatosan ellőnek. Tudtam, hogy egy progettó fog eltalálni, tehát hogy így az nem létezik, hogy nem talál el egy progettó. Hát... I mean, figyelj, aki megidéz, az biztos azt akarja. Csak Norbi mostában nem szokott, mert fáradt ugye, sokat melózik. Aztán hát, ha valaki kedvet kap hozzá. Értem, hát teljesen valid. Teljesen valid. Ma megint zombi. Elfogták a zombit, azt mondta. Zombi captured. Bekapcsolták a zombit. Na most figyeljetek, milyen jampi leszek. Beszartok, olyan jampi leszek. Második lövésem nem talált, és természetesen itt van egy T-44 FT, mert hát... Tehát ő nem tudom, mi a rákot keres itt, de mindig van valaki, aki ott van. Istenem, van megint melegedés van. Istenem, a csöten. Na jó. Úgy érzem, az ad kéne befoglalni. Csak valami olyan tank kéne, ami kisebb, mint a HVK, de megpróbáljuk a HVK-val. Van már kobra volt. Kobra volt az, én mondom. A baj az, hogy teljesen le van tartva az a... És most így akkor mi lesz? Tehát most halálkomoly bazd meg, hogy egy heavy-ként állsz. Amikor két heavy tol ki a fedezékből, mert nekem ott kellene állnom, hogy ne tudjanak eltalálni. Úgy Isten igazából gyakorlatilag hátrébb kellett volna menni. Jó, hát igen, mikor három ilyes három körbe fog, hogy hát akkor mi beállnánk foglalni. Című rítust láttátok. És természetesen be fognak tudni foglalni, mert engem kifókuszáltak, az éroncsom megvédi őket. Meg az összes skillt rám nyomták. Ja. Jó, semmi baj. Hát ez nem nagyon sikerült srácok befoglalni, ahogy elnézem, tehát ez nagyon jó volt. Megértem. Milyen jampi ez az E5? Picit regulázzuk már meg. Persze, hogy a másik oldalról. Hát természetesen így van, fókuszál. Így, van még valaki? Esetleg te is blokkoljál, baszod. Így van, így van. Na, hát akkor ezt is szépen el is intézték nekem megint a csapattársak. Mert megint a túloldalról innen ki tudnak lőni, mert nézzétek, mi történik. Senki nincs itt. Ez a csávó van itt, aki csak nézelődik, nem is arra gondolom. De arra nézelődik, hogy nem tudja eltalálni. És így kb. Erről szól a dolog, hogy az ember bazd meg a másik oldalról fókuszálják ki. És nézzek, ott áll, őt nem lövik, őt nem lövik, őt nem lövik.
Őt se lövik. Én itt álltam, engem lőttek. Ez történik, gyakorlatilag. Fókusz, fókusz hegyen. Hát akkor várunk. Nem baj, legalább addig nézelődök. Érdekes, most meg fölmentünk 8-ra. Az előbb néztem, azt írta ki a akkor most vette be azért a... a subgiftet. Ha jól látom. Azért mondom, rohadt, a subgifteket rohadt lassan dolgozza fel a rendszer, igen. Akkor jó. Szia Csaba. Most valahogy nem igazán működik a... Megint utolsók vagyunk? Jól érzem? Aha. Nice. Össze kell szedni magunkat most már. Túl sokat haltam. Úgy tegnap is ilyenkor, ilyen alulról sikerült följönni őrnagyig, úgyhogy... Miféle nézőmódra gondolsz, Bertalan? Ja, a spectate mód? Hát ez, hogyha várnod kell, ha több mint egy percet, vagy több mint azt hiszem 20 másodpercet, akkor tudsz így nézelődni, akkor automatikusan bejön. Tehát ha sokat kell várni, több percet, akkor bejön automatikusan. Hát pedig be kell jönnie. Tehát vársz következő tankra, ugye itt írja alul, hogy most 4:37 van a következő tankig, hogyha meghalsz, akkor annyit kell várni, ugye, hogyha a 4 percen belül halsz meg. És addig spektétálni tudsz csak. Ah. Arra nem számítottam, hogy azok ott vannak. Nem baj. Elég ügyesen tölt a csávó. Gyere, játsszuk le. Ja, de neked segítenek, baszod! És most meg lelopják, bazd meg. Az iskoláját neki. Ezt ilyen fogyatékos módba kell mennem, alig fordul a tank önkor. Na most kell berobbanni, ezért foglalni még egy kicsit. Tudja, engem akarnak majd kilőni.
Én vagyok maga az inspiráció. Na, ideje volt már. Meg az a Lorére nem akarok rámenni. Jaj, ne! Jó, hagyjuk már. Menet közben, hogy onnan is. Ennyi. Tehát erről szól. Nem tudom ebben a játékmódban, hogy miért tud mindenki ilyen kibaszott pontosan lőni, de oda néz, és akkor és így kb. Ennyi. Eltalál minden. Hú, az mit fog kapni ez a gyerek? Hát, elég karcsú. Azt hittem, hogy megmúrnál. Lehet. Nem tudom, hogy grafikától függ-e. Látod, nekem is most, amíg várni kell, itt van. Nem függ a grafikát. Akkor nem tudom. Fogalmam sincs. Nekem bejön automatikusan, mikor többet kell várni. Hush. IB mindig állandóan azt nézi. Zone E has been captured. Extra time has been added. Tényleg Grave of ír be, légy szíves azt, hogy izé felkiáltója szakasz. Nem működik. Fura. Szerintem a kamerában egy kicsit csúszol át. Our reinforcements have arrived. Akkor nem működik. Fura. Ready for deployment. De így. Igazából... hát azt bele kell rakni még a izében. A kommandok közé is akkor fog működni, de elvileg nem kéne. Nem 5000-ért, de... De majd a pontért szakasz majd be akarom állítani, igen. Be kell állítom normálisan majd ezt a rendszert, és akkor, hogyha gyűjtötök pontot, akkor lehet majd beváltani szakaszra gyakorlatilag, mert abból akkor tudom, hogy majd beállítok annyi pontot, amiből lehet tudni, hogy az illető azért néz egy ideje. És még a lőve is meglőtt vágon. Air Scout is ready. De miért van ott hagyva? Most halál komoly
Én ezt nem hiszem el, meg 17 HP-n ott hagyják, és a csávó... Rá... Jó. Hagyjuk. Tehát erre nem tudok mit mondani, bazd meg. Tehát csávót ott hagyta az összes light, aki lefarmolta, ott hagy 17 HP-n, bazd meg, és a progetto engem nézett ott. Úgyhogy senki nem fókuszálta le, hogy meghaljon. Hát mi fasz van már, bazd meg? Édes Istenem. Nem, IB-n 50 pont lesz. Csak. Vagy ingyen. Még nem tudom. We have captured zone F. Air support incoming. Mit csinálunk IB-n opciót? Hogyha nincs elegendő pontot, hogy velem szakaszhoz, akkor ott van IB-n, vele lehet ingyen is. Majd oda fogjuk kérni, hogy... De ha nincs elég pontod, akkor itt az ingyenes verzió. IB-n bármikor meghívhatod. Egy szakaszra. Hát én mondom, ott van IB-n is, játszottok vele is. Ugyanúgy a klánban van, úgyhogy... Ezért mondtam nektek, hogy nem kell mindig velem. Tehát, hogy így... IB-n is híres már eléggé úgyis. Hát ebbe a meccsbe gyakorlatilag most annyit csinálok, hogy nézem a többieket. Nem tudom, hogy valamiért állandóan meghalok. Nem sikerül semmit csinálni. Tű, 30 FPS, ez az. Milyen rangon vagyok? Remek, hadnagy, wow. Hát ez minőségi kör volt, azt kell, hogy mondjam. Minőségi kör. Ingyenes a szájvén. Vagy lehet 10 pont, az 10 perces, az pont egy menet. Gyakorlatilag. Hát lehet, hogy már csak egy órás nyomok be ilyenből. Nem akarok most 2 órás betolni azért. Hogy őszinte legyek. Na, most működik már? Tudod mit? Nem is kell. Felőlem lehetsz ingyen is, tehát nullás is. Nulla pontér is. Nem azt, most nem az a lényege, hogy tehát valaki akar szakaszozni, és ugye most ugye kikötés volt az gyakorlatilag, hogy vagy klántag, vagy régi néző legyen. Most ezt a régi néző legyen témát, ezt csak így lehet kiszűrni, hogy mert most kiszámít annak. Érted? Tehát, hogy így, ha beállítok egy olyan pontot, amiből ki tudom számolni, hogy az illetőnek mennyit kellett néznie, akkor úgy nagyjából ki lehet szűrni, bár én jobban örülnék, ha olyanok nyomogatnák ezeket majd be, akik azért itt írogatnak is, meg ilyesmi. A többinek nem sok értelme van. Full random emberekkel, de... Valakire erre vágyik, hogy így akkor hajrá. Majd kitalálunk rá egy valamit. De mondom, majd be van már állítva egyébként, tehát csak nem tudom, hogy lehet ezt majd commandra beállítani, mert ez szerint akkor nem állítja be magától. Te persze el fogsz találni, igaz? Azt hittem. Ah.
Jó lenne, nem löknél el amúgy. Úgyse fogjuk beütni. Szia, Alexandrics, hello! Invert? Milyen invert? Miféle invről beszélsz? Jó, a HVK, oké, játsszuk le. Ja, hát azt nem tudom, mondtam, hogy nem szakozok ma. Meg most nem feltétlen, vagy nem tudom, most nem állok már neki szakaszozni, az biztos. A szakaszt azt nem azért izéltem, csak eszembe jutott, hogy múltkor állítottam, aztán így kíváncsi voltam, hogy működik-e. Na, hát ezt beszéltük már szakaszt megint ma, mert minden nap szóba jön. Huhú! Hetet söbbeztem bele. Ó, Isten, de megint ez a szakasz. Ájbin, az az igazság, hogy beszéltük a szakaszt, minden nap vártalak, nem voltál sehol. Ma meg mikor abszolút nem akarok szakaszozni, akkor meg megint. Tehát erre ki kell tényleg valamit találni, mert ez így nem tehát most jelenleg már ott tartok, hogy kezd el menni, tehát lehet, hogy ez a szakaszos téma nem is lesz, tehát nem lehet velem szakaszozni soha. Mert kezd el menni már a kedvem tőle. Ez az állandó szakaszozzunk, mert már nem tudom. Tehát minden nap csak ezt hallgatom. Mindenkitől. Sőt, így akkor jelenleg ott tartok, hogy igazából a klán is teljesen felesleges, mert... Mert egymással soha nem játszott, mindig csak velem akartok játszani. Az meg nem működik, srácok. Ezt mondtam, nem egyszer. Így a klánnak nincs értelme gyakorlatilag, ha ott vagytok benne, de egymással nem játszatok, csak azt várjátok, hogy én mikor szakaszozok veletek, és akkor gyertek. Tisztelet a kivételnek, de ennek így akkor tényleg semmi értelme. De ezt már párszor megbeszéltük, de senki nem reagált rá semmit arra se egyébként, tehát hogy így... Tehát a célja az a klánnak, hogy együtt tudjatok játszani, mégsem játszatok együtt, csak velem. Nem tudom miért. Annyira jó velem játszani, nézzétek a streamet, aztán közben játszatok. Ez is miért engem néz? Be is baszna, ha tele tudná forrani, természetesen persze. Így van, engem fókuszáljatok. És most javítottam magam gyakorlatilag meg. Tématerelés van, látom. Nem tudom, majd kiderül, hogy tudom ezt streamelni. Tudod, az lesz a vége, hogy nem fogok szakaszozni mással. Csak a nagyon olyan hangulatom van. Lehet, hogy jobb is lesz az úgy. Hát sokszor nem úgy tűnik, Ájbin, az a baj.
meg nem tudom, valahogy automatikusan mindenki izé, hogy van egy stream, van egy streamer, és akkor hogy vele szakaszozni. De akkor minek léptetek be a klánba? Csak azért, hogy szakaszozhassatok velem? Vagy... Így van, megint fókuszt kapok benne. Akkor legalább hősként halljak meg. Gyere! Gyere, te vadállat! Mert erre senki nem mond semmit, hogy most a klánban, hogy most nem akartok egymással játszani, vagy tudom, megint nincs fönn senki, ilyesmi, akkor meg fogom szüntetni egyébként a klánt, és akkor nem lesz ilyen probléma, hogy akkor klán, izé, majd akkor, ha lesz szakasz, akkor úgyis mondom, vagy nem lesz abszolút szakasz, és akkor, mert így akkor tényleg nincs értelme. Mert most jelenleg legtöbben azért lépkedtek be szerintem, hogy mert ugye mondom mindig azt, hogy vagy klántaggal szakaszozok, vagy van, és azért beléptek a klánba, mert az sokkal egyszerűbb. Ugye. Tehát... Na mindegy. Sose fogom megérteni, hogy akkor miért, meg mi, hogyan, meg minek. De mindegy is. We have lost zone B. Enemy airstrike incoming. Nem tudom, hogy át tudok-e még menni. Lehet, hogy érdemes lenne itt maradni és lőni egy pár dolgot. Úgy is jönni fognak. Legalábbis remélem. Így van. Mindig van egy progettó, aki eltalál. Probléma nélkül eltalál. Tudtam, hogy jön valaki még ott. És már jön is. Tudtam, hogy jönni fogsz, kolbászfejű. Így van. Nem érdekeltek, tehát leszarom benne. Gyertek, fókuszáljatok le. Így van, gondolom szakaszba vagytok, igaz? Nem. Akkor csak szimplán segítik. Látom, ezt az oldalt teljesen elengedtük, legalábbis úgy néz ki, hogy azért is ugye foglalják, úgyhogy... Ready for deployment. Zone C has been lost. Attackers got extra time. Hova lenne érdemes leszpónolni? Innen kéne átmenni F-re, mert itt... Igen, de ez valami gyors tank kéne.
próbáljunk meg még rezetálni. Ja, az igen, a cső nem lehet átlőni. De az már ki is jött, úgyhogy lényegtelen. A rendőrség. Jó, lőjetek. Így van. Tehát, hogy kifókuszálnak gyakorlatilag benne. Nézd meg. Nézd meg. Más nincs. Más nincs, bazd meg, csak én. És jön az EBR, és ki fog végezni. Nem. Más nincs, bazd meg. Volt négy tank, akinek volt ideje engem lőni gyakorlatilag. Úgy, hogy ott vannak szembe öten. Én ezen akadok ki, hogy ez miért van az, hogy... Tehát, hogy a többiekre miért nem figyelnek? Miért csak egy embert fókuszálnak le, aki a szélén jön el? Itt ezeket miért nem... Tehát, hogy gyakorlatilag itt ketten engem lőttek úgy, hogy megöltek, majd szépen itt öten ledarálták őket, mert nem is figyeltek oda. Ez miért van? Ezt mondja meg nekem valaki, legyen oly kedves. Hogy miért fókuszálják le az embert? Állandóan. De úgy, hogy gyakorlatilag bárhol felbukkanok be, az meg rám néz mindenki. Ha kell a túloldalról, akkor is. Ezen én kiégek, baszki. Ott megyek oldalt, érted? És engem fókuszálnak le, miközben az arcukba belemennek öten. Miért nem azokkal foglalkoznak? Miért nem azokra figyelnek? Mert meglátják azt, hogy kill me, aztán ennyi. Hát igen, gondolom ez a... Egyszerűen ettől ki tudok égni. Hogy miért nincs egyszer olyan, hogy ignorálnak? Hát ott most is mi történik? Egyből a pant nézzen. Hát ott engem lőnek. Nem ott fönt lév, nem a fönt lévőket, nem az EBR oldat, engem. Már ki is vagyok, gondolom, spotolva. Onnan itt nézek, látod? Megint fókusz egyszerűen, nézzen. Kifókuszálnak. És már föl is vagyok spotolva, bazd meg. Tehát ennyiből áll a dolog. Hát az... Egy ember befoglalta. Egy ember befoglalta. Nem volt spotunk. Nem ment oda senki. Tudod, hogy kilőnek megint engem. Na? Lőjél ki. Hagy várjak. Az vagy úgy sincs időm javítani. Na? Tudtam. Menet közben sniper a csávó. Na hát ez jól megy megint. Zone E under attack. Egyetlen egy ember foglalta be, baszki. Ez kemény. Ready for deployment. They have reached the main objectives. Protect them at all costs. Hát ide kár volt leszpónolni. Tényleg kár volt leszpónolni. As soon as possible.
Nem tudom, ennél jobban nem tudom nyomni a négyest. Köszönöm. Elnyomom kétszer a négyest, és nem csinál semmit benne. Ki kell lépni, és újra kell nyomni, hogy aktiválja. Beszarok. És ugyanez szokott lenni az ötösnél is. A kerékjavításnál ugyanez szokott lenni. Istenem. Valamit most már lőni kéne, mert ez így nem jó. Nézzük, ilyen sármak lőnek el. Az a baj, másnak eszébe sincs, hogy esetleg próbáljon meg rezetelni, vagy bármi, nem. Ők teljesen elengedték ezt. Igazuk is van végül is. Én is csak próbáltam egy kicsit rankot szerezni azzal, hogy rezetel az ember, de hát... nem igazán sikerül. Épp, hogy kijutottam. Hátulról se tudom beütni az IS-3-at. Robbanó van. 75-tel. Szép lövés volt. Az a baj, nagyon tolják a tornyokat, nem tudom miért, megint nincs tábornok se. Tehát most már a negyediket lövik szét. Tehát nem is várnak. Egy picit se. Tehát náluk sincs tábornok. Őrnagy van, azt ennyi. Tehát így nem is akarnak várni, nem tudom miért. Úgyhogy be kell menni fájtolni. Kockázatos, de... ha? Ennyi volt. Nem találtam el. Ennyi volt. Tehát így... őket nem érdekli lesz, hogy senki nem éri el a rankot. Jó van, az úgy mondják.
Ez örökre tönkre ment, úgy látszik. Nincs kedvem újraindítani a játékot, egyébként annyi a lényege. Jampi. Próbálok spotolni, hogy lőjék őket, egyelőre nem történik semmi. Üdv újra, srácok. Nem akarják őket lőni. Ezt én nem engedném visszajavítani. Á, bocs, tehát lehet, hogy megmurdálok, de... Gyere, Rambo! Csapat ennyire reagálta le azt, hogy mit kéne csinálni. De se szarján gyakorlatilag. Imádom, ha van support amúgy. Nézzek, és ott a csávó, engem néz. Na végre, hogy lövitek. Zombi. Meghalunk? Most nem. Érdekes. Fölmegyünk a dobocskára. Onnan megrépánszkizok valakit. Ó, nézd már, lőni való. Bebújt a szikla mellé. Én valószínűleg lepattantam róla, itt mindenki más elsznájpolt. Inspire Reserve is ready.
Na mondjuk ez durva volt, hogy eltaláltam. Valahol ott van. Csak kéne spot, ugye? Nem nagyon akar senki spotolni ott. Kár érte. Pedig bitang jó lenne. Próbálom az alattam lévőt boostolni, de... Aha, megláttak. No, nonsense, baszki. De én nem spotolok magamnak, akkor nem történik semmi. Scout képessége, ha nem spotolok, akkor... Akkor más nem nyom oda. Oda nyomják az isura. Ő már nincs ott. Megérte, ahelyett, hogy ide spotolnátok. Nem baj, majd a bácsi megoldja. Mindjárt betölt. Hiába jelzem, egyszerűen nem csinál senki semmit azon az oldalon. Most viszont sikerül majd befoglalnunk? Nagyon jó lesz. Na. Mi ez a füst ott amúgy? Nem be fognak foglalni. A scout repülő nem lát semmit. What? We have captured zone C. És ezt hogy nem volt itt senki? Ó, hát bazzak, ha ezt tudom. Leugrattam volna foglalni. Látjátok, ezért kellett volna tudni, hogy vannak-e. Na ki jobb, ki lopja le? Lopósok! Ezt nem nyomom most el. Tehát a borszig menet közben így, látod így? Szépen. Ellő. Senki nem lő rá. Nem történt semmi. Mindenki eltalált, ugye. Tehát ott volt felszpotolva a két srác, és semmi nem történt. Egy darab lövés nem ment rájuk. Nem tudom, mit csinálnak ezek itt. Ezek. Tehát, hogy így ott álltak körülöttem a csapattársaim, gondoltam, sima liba bazd, mert meg kilövik. Nem. Nem, ők nem tudom, tankoltak, vagy valami. Legalábbis gondolom, hogy ilyenkor azt csinálják.
tankolnak a kúton. Sehol a scout repülő. Hogy láttak meg a domb alján? Ki látott meg a domb alján? Sose tudjuk meg. Biztos valami varázsló volt. Micsoda ugratás van. Grid 2? Lehet, hogy ez nekem megvan. Nem vagyok benne biztos. Nem segítenek benne. És hátba lőnek, vágod? Én ezen kiégek, bazd meg. Hova lett a két tank mögüllem? Hova? Hova lett ez a két tank, aki mögöttem volt, bazd meg? Hova? Hova lettek? Mit csináltak? Miért nem jöttek segíteni? Egy minimálisat csak. Ilyen sármat kiszedtük volna és beálltunk volna foglalni. Erre mit csinál? Eltűnnek. Mondom, meghaltak. Úgy nem tudom, mit csináltak. Fasz ki van már ezzel, komolyan mondom ilyenkor. Nem tudsz bazd meg életben maradni, mert egyszerűen nem. És akkor megkapod a skilleket, meg hátulról is téged lőnek utána, és így fagd. Rá kellett volna menni belülről az ilyen sármat. Az lett volna a megoldás. Hagyni kellett volna azt lejátszani 1v1-be. Meg lehetett volna oldani. És akkor nem tudtak volna hátba lőni. És nem tudom, hogy a grid 1 vagy a grid 2 van meg. De köszi az infót, Grey Wolf. Lehet, hogy mindkettő megvan. Most nem tudom. Talán nyilván. Már az 1 az jó volt. Azt tetszett a kettő meg kevésbé. Annyira jó, hogy egyértelműen lehet tudni, hogy hova áll az ember. Tehát, hogy így érzitek a problémámat. Tehát, hogy nincs olyan fedezék lehetőség, baszki, hogy... Tehát, hogy csak egyértelmű, hogy ide szoktak állni. De ha nem ide állsz, akkor meg eltalálnak. Tehát, hogy így... Mert ide nem tudtak, tehát egy ezt megváltoztatni, nem tudom megmutatni, megváltoztatták ott a ház sarkán is, hogy nem lehet úgy beállni, hogy ne tudjanak lőni, csak gyakorlatilag, úgyhogy mindegy is. Most természetesen most, hogy már nem ott vagyok, befoglalják, ugye? Meg ez is simán foglalható. Meg is lépem még egyszer. Csak az első rész szan meg nekem? Akkor jó. Szóval vannak olyan pontok, ahova olyan könnyen be lehet állni, és annyi fedezék van, hogy hihetetlen.
Van olyan, ahol meg semmi, szinte semmilyen fedezék nincs. És úgy old meg a dolgokat. Na, akkor most játszunk egy olyat, hogy beállok olyan helyre, hogy ide. Így, és akkor higgyétek azt, hogy én itt akarok állni. Old meg! Old meg, hülye gyerek! De nem értem, ezért fogok meghalni, bazd meg. Ezért, mert te bazd meg kitolatsz. Büdös köcsög. Fú, azért úgy utálom, bazd meg, mikor blokkolják az embert. Rohadjon meg már. Hú, de idegesítő az ilyen gyerekek. Hát tudjátok meg. Hogy akkor jó, akkor nem hagytok helyet, hogy be lehessen normálisan állni, akkor próbálsz cikcekkozni, és nem. Kitolat. Pont elakadsz, és tudti, biztos voltam benne, hogy engem fognak lőni. Egyszerűen mindig azt csinálják. Rohadt idegesítő, rohadt idegesítő. Hát ott valon hátulról elsznájpolnak, mert hát ez természetes, ugye. Megint nem működik az automata. Köszönöm, hogy most már, mikor nem tudok rendesen ráülni, működik. Ennek erről kéne működni, hogy nagyjából a közelébe kattintasz, így, és működnie kéne mindig. Hát ez szép ugratás volt. És bezeg elő. Én látjátok, hiába bármilyen gyorsan forogsz vagy közlekedsz, rád nézek, ezeknek nem kell szűkülni. Tehát én azt nem értem, hogy egy IS-3-nak miért nem kell szűkülni ahhoz, hogy eltaláljon egy ilyen gyors tankot. De semmit nem kell szűkülnie. Semmit. Én ezt a részét nem teljesen értem, hogy itt hogy van. Olyan, mint hogy nekik nem kéne szűkülni. Az pedig azért felejtsétek el, hogy mindenki olyan fullos tankokkal járkál itt. Tehát ez a legtöbben azért... Na mindegy, tudjátok mire gondolok. De itt olyan, mintha mindenkinek olyan aimja lenne gyakorlatilag, hogy rád néz, és azonnal beszűkülne, mint ennél az EBR-nél gyakorlatilag olyan az ágyuk. Tehát nincs az, hogy ilyenkor fogja, hirtelen oda néz rád, ugye, és ellövi magát, szinte szűkülés nélkül, és mellélő, mint randomba. Olyan, mintha ez nem létezne itt. Itt mindig eltalálnak. Bármilyen gyorsan mész a 60-80 km/órákkal és cikcakozol, eltalálnak. És ezek nem véletlenek. Hát ennyi véletlen nincs a világon. Randomban ezek nem jönnek össze általában. És ez az én bajom, hogy egy ilyen sárom el tud lőni. És ez azóta ott áll.
ugyanúgy a izé figyeld meg, hogy na, most ez azért volt, mert éppen izén talált tornyon. Van itt más helyett, aki viszont engem fókuszál. Én ezen ki tudok akadni. Rohadt idegesítő. Mindegy, hogy van előttem bármi. Elsznipolnak. Az baj, nem. Ja, már megint van valaki föntről a hegyről. Figyeld meg, megint eltalál, mondtam. Tehát gondolkodás nélkül. Fönn áll és előnek. Ezek profik, valamit mondom. Tehát, hogy olyan szinten veszik az aimbotot, bazd meg, hogy valami hihetetlen. Tehát nekem nem mondja senki, hogy ezek ennyire profin céloznak. Az összes. Hogy áll, mozog előre, hátra, oda célra is előnek. Bármilyen sebesség mellett. Tehát nincs az, hogy mellé lőnek. Tehát egyszerűen nincs olyan, hogy mellé lőnek. Ki égek, esküszöm. És itt kezdtem? Most halál komoly? Tehát leszpónolt... Tehát leszpónoltam ide, és nem itt kezdtem? Fönt. Oké. Okay. Jó. Oké, okay, semmi baj. Én lőttem mellé. Nálam valahogy a progettor se úgy működik. Ezt is csak azért tudtam eltalálni, mert közvetlen közel volt. És eltűnik. Belelőttem a sziklába. Ja, a Grey Wolf az jó lesz, hogy kiadják PC-re is. Biztos toljuk majd. És mikor adják ki? Ezt még nem tudni. Nézzék, itt várt a csávú. És nem dobtam akkor, és megint volt, aki lelopja. Mindig van egy olyan ember, aki lelopja. Hát a singuló torpédó.
Objective 2 reached. Centrato! Siamo immobilizzati! Bel colpo! You have been promoted. Corazzato nemico danneggiato! Én nem akarom azt lőni, hagyjatok a faszba. Én leszarom, én az izét akartam volna befejezni. T-44-e, de látom, kilőttétek a rágba. Ja. Értem, tehát a hátul kempelő udes. Elsznájpolt. Legalább az olyan nagy rang az megvan. Nem lesz már idő tábornokra. És egyből vége. Nehogy tudjak még egyet lőni. Na jó. Srácok. Én ammondó vagyok, hogy befejezősdi, lesz frontvonal. Lesz egy 10 perc szünet, átírom a címet, megyek egyet pipilni, ilyesmi. És akkor ilyen negyed, 8. Jó? Az nagyjából 10 perc, egy kicsivel kevesebb, mint 10 perc, negyed, 8-tól akkor nyomom a izét. Titanfall-t, aztán remélem tudom streamelni. Ha nem tudom streamelni a Titanfall 2-t valami oknál fogva, akkor viszont Diablo egyezünk majd, jó? Oké? Csak hogy tudjátok. Most sem működik? Most sem működik, jó, nem is érdek. Akkor most vagyunk 21-es szinten, jó, hát ez a 9 szint már hamar meg lesz, úgyhogy majd nyomatjuk. Úgyhogy ki fogom nyomni a streamet, srácok, azt most mondom nektek. Jó, arra 10 percre, mert hogy szeretném, hogy külön legyen a két stream. Ami legyen inkább Heroes 3, hogyha nem megy a Titanfall, akkor lehet az is felőlem. De az is lehet, ha nektek az jó. Ha nem megy a Titanfall 2, lehet az is. Addig kinyomom a streamet, hogy külön legyen a két stream. Jó, srácok, úgyhogy tudom, a kamera valahogy annyira oldalt van. Kinyomom, és akkor jövök vissza, jó? Pisi szünet, hozzatok ti is inni, rácsit, ilyesmi, aztán nyomatjuk, srácok, jó? Úgyhogy jövök vissza egy pár pillanat, úgyhogy maradjatok addig itt, a stream pedig addig lenyomódik, és akkor majd kezdünk hamarosan újra, meg szintváltok, meg ilyesmi, ami nem én váltok szint, hanem mindegy, tudjátok. Jövök vissza, srácok, egy pillanat. Aki pedig megy, annak további szép estét, hogy volt, mikor lesz. Hétvégén folyamán biztos, hogy valamikor lesz még, jó? Srácok. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok. Aki megy, annak további szép estét. Többiekkel pedig találkozunk egy 10 perc múlva. Szevasztok!